A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Egy gram elővigyázat többet ér, mint egy mázsa gyógyszer. Ez a Cronen idézet a mai beszélgetésünk mottoja, vendégem pedig Keresztúri Lászlóné, az Egészségfejlesztési Iroda szakmai vezetője. Tisztelettel köszöntelek, örülök, köszönöm, hogy itt vagy velünk. Nos, hát majd visszamegyünk az időben egy kicsit, hiszen az egészségfejlesztési irodák, mint új szolgáltatási forma jelent meg Magyarországon. 2013-ban 61 iroda jött létre, aztán lett Székesfehérváron is. Erről fogunk beszélgetni, hiszen nagyon-nagyon fontos, mi magunk is beszámolunk, számtalan helyszínen ott vagyunk, hiszen a prevenció elsődleges, és mint tudjuk, az egészség, az elővigyázat többet ér, mint egy mázsa gyógyszer. Ahhoz azonban, hogy megértsük, megtudjuk, hogy miként kerültél be ebbe a nagy forgatagba, ebbe a nagyon-nagyon fontos munkakörbe, hadd kérdezzem meg az indítatást, a hivatásválasztást, hiszen ez egy nagyon komoly út és rendkívül fontos döntés volt nyilván az életedben. Igen, ezt a döntést vagy a választást, ezt nagyon sok szempontból a szüleim indikálták. Hát annak idején, amikor én abban az életkorban kerültem, 8. osztály, általános iskola 8. osztálya, akkor volt néhány gimnázium, jó pár szakközépiskola, és hát az volt a szülők nézete általában, hogy legyen egy szakmája is, meg egy érettségie is a gyereknek, mert hogy olyan kevés a felsőoktatási intézmény, hát ha nem kerül be, hát ha nem lesz hozzá kedve, válasszak valamit a szakközépiskolák közül. És hát számvitel, kereskedelem nagyon távol álltak tőlem, és így maradt az egészségügy, és onnantól kezdve, 14 éves koromtól kezdve csak az egészségügy jöhetett szóba a választások során. Egészségügyi szakközépiskolába jártam, és annál talán egy kicsit jobb képességekkel bírtam, hogy ott megálljak. Így jött a főiskola, mert hogy szakirányú képzésekre volt célszerű jelentkezni, és akkor így, hát orvosi egyetemhez nem éreztem magam elégnek, így jött az egészségügyi főiskola, ahol a védőnő szakirány volt az én kedvencem, vagy a nekem preferált szak. Nagyon szerettem a kisgyerekeket akkor is. Az első gondolataim úgy általános iskola környékén óvónői pálya felé indultak el. Attól olyan nagyon messze nem állt már a védőnői pálya, és így lettem védőnő. Én veszprémi vagyok, nagyon eredendően. Veszprémben is éltem 30 éves koromig, ott területi védőnőként dolgoztam. Ez nem annyira egyszerű, területi védőnőként dolgozni. Nem csak a kisbabákat látogatjuk, meg a várandósokat, és várandóság alatt gondoskodunk róluk. Nagyon fontos az egészséges életkezdet. Most már egyre több helyen, WHO-nál is egészséges városok területén, mivel Székesfehérvár is egészséges város, itt is nagyon sokszor szóba kerül az egészséges életkezdet. Ehhez persze jó egy védőnő, ha már haza beszélünk, természetesen a gyerekorvossal köröltve, nagyon jó lehetőségeket lehet így biztosítani, de nem szabad elfelejtkeznünk a családról, a családokról. Egy baba nem önállóan van, egy várandós nem önállóan működik, ott vannak a nagyszülők, ott van a férj, és ezen indítatásból, hogy ott is tudjak egy kicsit segíteni, egy családgondozó másoddiplomás képzésre jelentkeztem, ami tényleg egy kicsit kiteljesítette a pályámat. Aztán az én gyermekeim is születtek, és a családi életünk úgy hozta, hogy egy kicsit közelebb kellett költöznünk Budapesthez, és mondtam, hogy én Budapestre nem szeretnék, így maradtunk Fehérváron, a férjem vállalta az ingázást, és itt is területi védőnőként kezdtem dolgozni, egy kicsit más a két város dinamikájában. Veszprém az egy kisebb, nyugodtabb hely, itt azért pörgősebb, sokkal nagyobb lélekszámmal dolgoztunk. Én nagyon szerettem
Hát nekem Fehérvár rögtön első perctől fogva egy új otthont jelentett, és nagyon szerettem itt lenni, és a mai napig nagyon szeretek itt élni, soha nem költöznék vissza. Igen, hát egy ilyen szolgálat rendkívüli kihívás mindenképpen. Tehát én azt hiszem, hogy egy új városban elindítani egy olyan pályát, ami azt hiszem, hogy nagyon-nagyon fontos, aki egy olyan ember életében, aki az egészségügyet választja hivatásul. Milyen tapasztalataid voltak az első időszakban? Hiszen ez bizonyos értelemben újdonság volt. Székesfehérvár egy nagyon nyitott város. Befogadó és nyitott város. Nekem ez egy nagyon-nagyon jó pont volt, és rögtön olyan közegbe kerültem, ahol mind az alapellátást irányító humánszolgáltató intézetben, mind a kollégák, mind a régi védőnők rögtön úgy kezeltek, minthogyha én is itt egy itteni öreg róka lennék idézőjelbe téve, még akkor a nagy legendás védőnő nevek, akik bejárták a félöreg hegyet egyedül, mert hogy egyre fejlődő volt, és nagyon-nagyon nagy lélekszámmal dolgoztak. Ők még dolgoztak, és elmeséltek egy csomó sztori történetet, amitől itt rögtön otthon éreztem magam, és nagyon látszott itt a városban, hogy próbálják a családok igényeit kielégíteni. Tehát egyre kisebb várandós, illetve csecsemő létszámmal dolgoztak, körzetbővítések voltak, hogy mindenki megfelelő figyelmet megkaphassa. Én azt gondolom, hogy már ez is az én életemben egyfajta egészségfejlesztési vonal így elindult. Sokkal többet tudtam a várandósokkal foglalkozni az óvodában is, és ott is előkerült, hogy nem csak a gyerekekkel kellett, hanem az óvónénik is jöttek a kérdéseikkel, és ez valahogy így mindig visszatért az életemben. Tehát ez nyilvánvaló, hogy a befogadó közeg nagyon sokat segíthet abban, hogy ha nem is egy pályakezdő, de aki elindul egy bizonyos úton, hogy azt végig tudja vinni. És nyilvánvaló, hogy azért kulcs pillanat volt az új szolgáltatási forma. Tehát addig is tudtuk, hiszen ebben dolgoztál, hogy a prevenció, a megelőzés nagyon-nagyon fontos. Viszont az egészségfejlesztési irodák megalakítása Magyarországon az egy kulcspillanat volt mindenképpen. Ugye tudjuk, hogy 2011-ben merült fel először, aztán hosszas tárgyalásokat követően 2013-ban, 14-ben országszerte 61 ilyen iroda jött létre. Itt az elsődleges cél a szív-érrendszer és a daganatos megbetegedések prevenciója volt, aztán később természetesen tágult a kör, hiszen az egészség tudatos lét, az megkövetelte, hogy sok minden mással is foglalkozzanak ezek az irodák, aztán jött Fehérvár. Hiszen ehhez kellett egy intézményi háttér, kellett egy döntés, a döntésnek felelőssége van, és nyilvánvaló, hogy a hosszas előkészítő munka előzte meg. Miként kerültél be ebbe a körforgásba? Az előbb említett egészséges városok vonaláról indult el a város is, Székesfehérvár is ebbe az irányba, az egészségfejlesztés irányába. Székesfehérvár alapító tagja volt az Egészséges Városok Szövetségének 89-ben, és ennek kapcsán elindult egy egészségfejlesztés tervezési háttérmunka, egy egészségkép kialakításával, illetve egy egészségfejlesztési terv létrehozásával, amit 2011-ben fogadott el az önkormányzat közgyűlése. Ezzel jártam én együtt, mint önálló egészségfejlesztő munkatárs a Humánszolgáltató Intézet keretein belül, mert hogy ez az intézménye az önkormányzatnak foglalkozik egészségügyel, alapellátással, és ide volt ez egy jó szerep. 2011-ben kiírták a pályázatokat az egészségfejlesztési irodákra. Ezt egy praxis közösséggel, egyéni egészségfejlesztéssel kapcsolatos vonalnak gondolták akkor. Nálunk még nem voltunk kellően felkészültek erre akkor, tehát erre a kihívásra, de tovább folytatódott az egészségfejlesztés a városi kereteken belül, a kórházorvosaival, a védőnői szolgálat munkatársaival, különböző intézményekkel, ugyanis
ahhoz, hogy a egy-egy városrész lakosságát meg tudjuk mozgatni, vagy egy-egy világnaphoz csatlakozóan tudjunk, tehát egy magas vérnyomás világnapjához, vagy egy diabétesz világnaphoz tudjunk egy megfelelő méretű rendezvényt szervezni, ehhez a művelődési házak, az iskolák szolgáltak megfelelő háttérül, ahol egy 2-300 embert lehetett, de jártunk bevásárlóközpontokban, és aztán nagyon jól megerősödött, ismerté váltunk, és akkor jött a második körös egészségfejlesztési irodai pályázat. Az volt a cél, hogy minden járás területén legalább egy iroda kerüljön kialakításra az országban. 17-ben írták ki ezt a pályázatot, mi már nagyon vártuk, mert hogy közben egyre több figyelmet kapott a lelki egészség is. Indultak ilyen mindenféle pilot programok az országban, Borsodban, Nyírségben, amiknek a kapcsán elengedhetetlenek lettek az lelki egészség központok létrehozása. Én ennek megfelelően szereztem egy végzettséget is, egy mentálhigiénés segítő szakember végzettséget is, hogy rögtön el tudjunk indulni, amikor lehetőségünk nyílik rá. És 2017-ben már úgy írták ki a pályázatot, hogy egy hagyományos egészségfejlesztési iroda és egy lelki egészség központ két-két munkatárssal kerülhet kialakításra. Mi ezt pályáztuk, ezt megpályáztuk, ezt a kiírást, és 2018. június 1-ével elindult a Székesfehérvári Egészségfejlesztési Iroda. Nem feledhetjük, hiszen az első egészségfejlesztési programok célcsoportjai elsősorban a járó és fekvő betegellátást követő életmódváltásra irányultak elsősorban, de aztán ez sokkal jobban tágult, és gyakorlatilag az az elv, amelynek mentén ma is, tehát 5 esztendővel a megalakulás óta működtök, gyakorlatilag teljes egészében lefedi. Mert hogy a megelőzés is rendkívül fontos, nem csak egy-egy betegség utóhatásaitól való megszabadulás, ha úgy tetszik. Hogy alakítottátok ki a programot 5 esztendeje? Hiszen ez egy nagyon fontos pillanat volt, ugye akkor Székesfehérvár járási egészségfejlesztési iroda volt ez. Felvettük a járás településeinvel a kapcsolatot, és azt tapasztaltuk, hogy sokkal inkább elérhetőnek tartják városon belül, tehát a járásban élők jelentős része Székesfehérváron dolgozik, ide jár iskolába, és így próbáltuk kialakítani a programokat. A pályázatnak megfelelően voltak irányvonalak, tehát ezt a pályázathoz kapcsolódóan nem lehetett kihagyni, szívérendszeri megbetegedésre, figyelemfelkeltés, cukorbetegségre, étkezési anomáliákra, illetve egy normál életmódváltáshoz kapcsolódó étrendi tanácsadásra mindenféleképpen szükség volt. Jelentős vonalat képeztek, és a mai napig is képeznek a mozgásprogramok. Ezek a főbb irányvonalak, a dohányzás, illetve az alkoholprevenció, minimál intervenció, ez is egy kiemelt területet kapott. És nagyon-nagyon fontos volt, ami nekünk nagy előny a korábbi munkánk révén, hogy egyfajta kapcsolatrendszer kialakítását igényelte a pályázat. Nekünk ez már megvolt, ez nagyon-nagyon sokat számított, hogy az ANTS-szel, a kórházzal, a kormányhivatal egyéb szerveivel, a jelenlegi szakképzési centrummal, tankerületi központtal nagyon jó kapcsolatunk volt. Ennek köszönhető az, hogy mi a pályázatban a teljes repertoárt tudtuk hozni, ami a kötelező vagy ajánlott elemek repertoárja, ugyanis számos iskolai egészségfejlesztési órát tartunk. Nagyon kemény, komoly figyelmet kap nálunk az egészséges életkezdet. Folyamatosan első perctől fogva szülésre felkészítő tanfolyamaink vannak, sikeresek, állandóan teltházzal működnek. Rendszeresen támogattuk szakmai előadókkal a babamama klubokat, támogatjuk a betegklubokat, vagy támogattuk a betegklubokat, szívérendszeri és diabétesz klub működik a városban nagyon sikeresen az ő munkájukban is, ha más nem szakmai segítséget mindenféleképpen tudtunk nyújtani. Tehát a megelőzés, az egészségfejlesztés, egészségszervezés mellett nyilván nagyon fontos volt
én a megelőzést, hiszen a mentális betegségekkel óhatatlanul is el kell kezdeni foglalkozni, ebben a felgyorsult világban egyre gyakoribbak. Ez hogy került be a programba, hiszen ez azt hiszem, hogy ez egy kulcskérdés jelenleg is. Tehát mi is úgy pályáztunk, hogy lelki egészség központunk is van. Tehát a mentális egészség fejlesztés nálunk két pszichológus és én, mint mentálhigiénés segítő szakember irányításával, vezetésével működtünk. Iskolában mentális egészségfejlesztéssel, meseprogramokkal, konfliktuskezeléssel vittük a programjainkat, vagy erre a területre próbáltunk. Folyamatosan működik az irodában egyéni egészségfejlesztés. Ez jelenleg is gyerekeknek is működött. Korábban a kolléganőnk, aki a gyerekvonalra specializálódott, ő sajnos munkát váltott, de felnőttekkel a mai napig foglalkozunk. Előadásaink vannak, járunk most már munkahelyi prevenciós csoportokat tartani, stressz, kiégés megelőző csoportokat, tehát folyamatosan működünk. Az iskola az, ami nagyon sok programot kér tőlünk, az iskolák. Nagyon nehéz a gyerekeknek, főleg így a Covid után visszaállni, és ez látszik ezekben a programkérésekben is. Illetve próbálunk csoportokat létrehozni az irodán belül várandósoknak, gyerekeknek, diákoknak, és felnőtt csoportokat is szervezünk. A folyamatos fejlődés záloga, a szakmai fejlődés záloga nyilván az, ahogy a világgal együtt változnia kell az irodának, iroda működésének is. Ezt mi megtapasztalhatjuk, hiszen azért, amikor járunk tudósítani, látjuk, hogy a várandós kismamáktól az idős hölgyek, urak mellett és valamennyi korosztály részt vesz. Melyek most azok a legnépszerűbb tanácsadási formák, illetve vizsgálatok, amelyekre rájöttek az emberek, hogy ez elengedhetetlen ahhoz, hogy tudják, hogy milyen állapotban vannak? Mi egy állandó repertoárral rendelkezünk ezeknek a vizsgálatoknak a terén. Ezek onnan adódtak, hogy ezek a népegészségügyi irányvonalak irányában, tehát szívérrendszeri megbetegedés, csontritkulás, magas koleszterinszint, magas cukorbetegség, tehát ami népegészségügyi, népbetegség szintjén működik, viszont könnyen mérhető. Nem mondom, hogy az eszközeink kis helyet foglalnak, és könnyű oda cipelni őket a helyszínre, de ezek még viszonylag könnyen beszerezhető, könnyen helyszínre vihető eszközöket, tehát nem egy CT-t kell elképzelni, ami egy szobányi, hanem ezek ilyen akár személyautóban is elférő gépek, amikkel tudunk vizsgálni. Ennél sajnos nagyobbra, tudjuk, hogy több mindenre lenne szükség, de ennél nagyobbat nem tudunk működtetni ezeken a helyszíneken. Székesfehérvárnak, hogy elég sajátos a szerkezeti felépítése, tehát önálló városként is üzemelhető vagy működhető városrészekre igyekszünk kitelepülni. Ezeken a helyszíneken általában EKG és kardiológiai vizsgálat, szívérrendszeri betegségre felhívó jelként, amit egy rizikókérdéves felmérés, vércukor, koleszterin szintmérés, vérnyomásmérés előz meg. A hölgyeknek ajánljuk már 40 éves kor fölött a csontsérűségmérésünket. Viszonylag újdonság nálunk a testösszetételmérés, ami egy InBody típusú géppel működik. Elsősorban azoknak ajánljuk, akik sportolnak, mozognak, izmot szeretnének építeni, illetve pont fogyni szeretnének, mert hogy nagyon jól nyomon követhető, hogy vízteret veszít-e valaki, vagy izomtömeget veszít, vagy izomtömeget növel, zsírt veszít. Tehát ez egy nagyon jól működő gép, ami mellé dietetikai tanácsadást is tudunk felsorakoztatni, és akkor így a gép által mért, illetve a dietetikus által tanácsolt lehetőségek azok adottak ott nálunk. Bokakarindex meghatározást szoktunk végezni, mi a perifériás érszűkület figyelemfelkeltő jele. Kivételesen fontos ilyenkor, hogy kik végzik ezeket a szűréseket. Miként tudtál csapatot gyűjteni magad köré, hiszen azt hiszem, hogy ez az egyik legfontosabb. Mindig nagyon hálásak vagyunk a kórház dolgozóinak, akik jönnek, szakasszisztensek, szakorvosok jönnek hozzánk rendszeresen ezekre a programokra, illetve a
vérvételt és az egyéb méréseket védőnők végzik, illetve az iroda munkatársai. Tehát ez azt jelenti, hogy most is van érdeklődés az egészségügyi dolgozók irányából is, hogy részt vegyenek az iroda munkájában. Igen, és ezt nagyon köszönjük, mert folyamatosan jelentkeznek hozzánk, hogy szívesen mi még tudunk hozzátenni valamit, de szóljatok, ha bármilyen rendezvényre kellünk és jövünk. És ráadásul nagyon kedvesek, és azt hiszem, hogy szakmailag is kifogástalan csapat a tiéd. Nagyon fontos kérdés az is, hogy milyen alapon dől el, hogy egy-egy városrészben mikor és hol és milyen különböző vizsgálatokat végeztek el. Hiszen azt tudjuk, hogy hála Istennek, ahogy említetted, Székesfehérváron ez rendszeres. De vannak tipikusan egy-egy külön célcsoportra vonatkoztatott találkozók, és van, amit említettél, hogy ott nagyon sok minden. Ez hogy dől el? Ez egy kezdetek kezdetén még 2011-ben megpróbáltuk azt kitalálni, hogy ügyesen és közösen, hogy mik azok a vizsgálatok, amik érdekelhetik a lakosságot. Most rendszeresen a Facebook oldalunkon van egy közvéleménykutatás, hogy milyen programokat szeretnének még a város lakosai, illetve a járás lakosai, mert mi is megpróbálunk ezekre valami módon reagálni a lehetőségeinkhez képest. De 2011-ben elindultunk ilyen tematikus egészségnapokkal. Így ezek közül most megmaradt, tehát ami hasznos és folyamatosan szükséges, ilyen nagyobb lélegzetvételű programok. Március 8-a környékén mindig van női egészségnapunk, ami a Család és Nővédelmi Központ orvosai, illetve épületének vagy felszerelésének a kihasználását jelenti számunkra. Ide a dolgozó hölgyeket várjuk, akiknek nincs lehetősége, akár három műszakban dolgoznak, vagy rendelési időben nem tudnak odaérni, ők így szombaton délelőttönként egy csontsűrűségméréssel, egy ményakrák szűréssel jól el vannak, és akkor egy év múlva lehet jönni újra. Van, ha már a hölgyeknek kedvezünk, akkor legyen férfi napunk is. Novemberben, a Movember időszakában, ez most vár ránk, hogy november 11-én lesz férfi egészségnap, ott az uraknak kedvezünk. Meglepő egyébként, hogy, és ezt itt szeretném kiemelni, hogy az urak sokkal érdeklődőbbek, mint a hölgyek. Két nap alatt a 150 helyünk be szokott állni. Tehát nagyon komoly az érdeklődés, és most már tudják, most már nagyon sokan jelentkeznek, hogy a doktor úr azt mondta, hogy csak két év múlva kell jönni, tavaly ezért nem jelentkeztem, de most szeretnék, mert szeretnék beférni. De azért ez megerősítést jelent. Igen, de ez nekünk nagyon jó, tehát mi szeretjük azt, hogy hozzánk jönnek, hogy ott vannak és érdeklődnek, mert látjuk, hogy a mi munkánk így hasznos. Ezen kívül perifériás érszűrő programjaink voltak, diabétesz világnappal, magas vérnyomás világnappal most is megjelenünk. Ezek ilyen nagyvárosi rendezvények. És amit kérdeztél, van egy naptárunk már, amikor tudjuk, hogy az év első szűrőnapja februárban az mindig Maroshegy. Tehát mindig akkor megyünk Maroshegyre. Tavasszal valahova a belvárosba szoktunk menni. Ősszel Öreghegy, meg a Köfém környéke, és nekünk is új helyszín a múlt heti helyszín, az alsóvárosi közösségi térben. Ott eddig nem volt olyan lehetőség, akkora terem, vagy egy akkora rendelkezésre álló tér, ahova a programjainkat érdemben ki tudtuk volna vinni, hogy be is tudjanak hozzánk jönni megfelelő létszámban, meg mi is legalább tudjuk az ott lakóknak egy kicsit, tudjuk az ott lakókat egy kicsit mozgósítani. Én azt gondolom, hogy ez a nap is nagyon sikeres volt. Meglátjuk, milyen lesz az érdeklődés, és megyünk tovább. Nincs kétségem felőle, hogy igen, hogy mentek tovább. Milyen a jövőképünk nekünk, állampolgároknak, illetve hát az egészségfejlesztési iroda oldaláról? Hát most ősszel önkormányzati döntés született arról, hogy önkormányzati támogatásból, mert hogy a projektidőszak is lejárt már, és a fenntartási időszaka is a pályázatnak, az OKFŐ támogatásával, illetve az önkormányzat nem kis támogatásával folytathatjuk a munkát. Ebben a jelenlegi felállásban tehát működik a hagyományos egészségfejlesztési iroda rész is, és a lelki egészségközpont rész is.
Nos, hát én ehhez kívánok jó munkát, erőt természetesen és egészséget, hiszen ennélkül nyilván nem megy. Magunknak pedig azt, hogy továbbra is élvezhessük azt, hogy ha valami problémánk van, vagy gondunk van, akkor bízvást bízhatunk abban, hogy az egészségfejlesztési iroda munkatársai ezt megmutatják nekünk, és jó példával szolgálnak arra, hogy mit kell tennünk. Köszönöm szépen. És tényleg jó munkát kívánok neked, munkatársaidnak, mindnyájatoknak. Köszönöm, hogy megtiszteltél. Köszönöm. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták. Vendégem Keresztúri Lászlóné volt, az egészségfejlesztési iroda ügyvezetője. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.